Sajnálatos hír, mint már mondtam. A héten elvesztettünk egy óriási gitárost, egy rock legendát, egy igazi, én azt gondolom, hogy egy igazi gitáros forradalmán volt ő. Szeretnék kérni tőletek egy olyat, hogyha lehet, hogy indítsuk ezt a megemlékezést egy ilyen félperces néma csenddel, jó? Tehát emlékezzünk egy rock forradalmára, aki nem más, mint Eddie Van Halen. Kinek Horváth Tibor vagyok, és mindenkit tiszteltek, köszöntök. Amit kell tudnunk erről az emberről, ez egy élő legenda volt. És rengeteg újítása van, amit biztosan tudnak a műkedvelők így hívom, tehát akik zenét hallgatnak, az az, hogy a 100-as Billboardon, tehát a Rolling Stones-nak a 100-as legjobb gitáros listáján még élők között volt a 8. Előtte kettő először, aki még élt, a többiek már nem voltak az élő sorában. Amit viszont még a gitárosnak kell tudni, hogy ő fejezhette ki a tremolót. Aztán a tapping technikát, stb. Rengeteg dolgot. És tőle fogok játszani olyan számokat, amelyekhez találtam megfelelő backing track-et. Tehát ez nem a legnépszerűbb back, hanem azok, amelyeket fel lehetett használni. Volt szóval szerdán délután beszéltünk erről, ma van szombat. És csütörtök péntek állt rendelkezésre ezt a műsort összerakni. Kérem, fogjátok szeretettel! Yeah.
hanem ezeket találtam. Szeretnék elmondani, hogy ami erősítő mögöttem van, az egy egykori albumnak a neve, címe, 5150. Aztán elkezdte ezt a PV-vel játszani, az erősítő PV 5150 volt, nem bírta kijönni egymással, utána elment és megcsinálta Ennyi Wolf Music Man gitárt, aztán megcsinálta a PV Wolfgang gitárt, aztán megcsinált a saját gitár EVH, a Led Vice Trapped fehérsíkos gitárokról beszélek. És meg amit mondanék róla, ja igen, hát 4 napja nincs közöttünk, az összes eszköz, ugye a neve tűződik, nem lehet már megkapni semmilyen internetes áruházban, semmilyen nagy hangszerboltban, előrendeléssel lehet 8-9 hétre megvenni erősítőket, hangfalakat, gitárokat. Tehát nem akárki volt ez az ember.
sorban jönnek fel az autót. Thank you.